Múltkor ott hagytuk abba a Varga-Matolcsi csata háború, kinek hogy tetszik, elemzését, hogy a jegybank elnök egy portálon kritikus hangú cikket jelentetett meg, melyben a pénzügyminiszter tevékenységét is elég kemény szavakkal illette. Szó volt ott árfolyamról, recessziós veszélyekről, kilátásokról és arról, hogy pénzügyminiszter Varga Mihály mennyire képes úrrá lenni ezen a helyzeten. Elég személyeskedő hangvételű írás volt. Tulajdonképpen a pénzügyminiszter szakmai képességeit is kétségbe vonó írás jelentetett meg a jegybank elnök. Most újabb fordulóhoz értünk, ezúttal az euró körül forognak az események, szintén Matolcsi György publikációja indította el a lavinát. Ezúttal arról értekezik, hogy az euró lényegében egy reménytelen vállalkozása az Európai Uniónak, már az alapjai el vannak rontva, kilátástalan az egész projekt, sokkal több a hátránya, minimális előnye van, azt is egy-két ország, ha le tudja aratni, de alapvetően mindazon országok, amelyek csatlakoztak az eurózónához, ez a monetáris közösséghez, ők rosszul jártak ezzel az euró bevezetését megelőző időszakhoz viszonyítva, a gazdaságuk nem lett erősebb, nem lett masszívabb, nem lett jobb. Konklúziója az írásnak az volt, hogy el kéne engedni, el kéne felejteni ezt az egész európrojektet, és inkább Ázsia felé kellene kacsingatni, egy eurázsiai közös valuta lehetne megoldás az euró helyett, és hát végül is végső soron ezt erre tesz javaslatot Matolcsi György. Adta magát, hogy erről a felvetésről megkérdezzük a pénzügyminiszter, illetve rajta keresztül a kormány álláspontját, már csak azért is, mert mégiscsak a Magyar Jegybank elnöke nyilatkozza azt, hogy az euróra nincs szükség, miközben az uniós csatlakozásunkkal egyben azt is vállaltuk, hogy az eurót bevezetjük forint helyett egy későbbi időpontban. Tehát itt azért érezni egy elég erős feszültséget a magyar gazdaságpolitika két meghatározó szereplője között. Ezt igazolta is Varga Mihály, mikor kérdésünkre egy e-heti tájékoztatón azt válaszolta, hogy jelezvén, amit előbb én is elmondtam, hogy egyrészt uniós szerződéses kötelezettségünk az eurónak a bevezetése, nincsen céldátum, ezt egyértelművé tette, tehát a kormány napirendjén nem szerepel az uniós közös pénz használata belátható időn belül. Varga miniszter úr is lát intézményes problémákat az eurózónában, de tulajdonképpen minden szava arra utalt, hogy badarság ez az eurázsiai közös valuta koncepció. Az euró szerepel a célkeresztben, a magyar gazdaságpolitika célfüggvényében ez a bevezetés áll, és nem pedig egy bizonytalan státuszú ismeretlen keretek között, ma még legalábbis ismeretlen keretek között megalkotott más típusú valuta. Ha igyekszem pontosan idézni a pénzügyminisztert, az úgy fogalmazott, hogy az euró az egyik legígéretesebb, de befejezetlen projektje, avagy kezdeményezése az uniónak. Ezzel az én meglátásom szerint egy elég erős válaszüzenetet küldött Matolcsi Györgynek a tekintetben, hogy mindenfajta vízió más típusú valutáról az nem gyakorlatias, az valamilyen akadémikus megközelítés, de a gazdaságpolitika nem tud figyelembe venni ilyen ötleteket. Gulyás Gergelyt a Kormányinfo kérdeztük meg, hogy a kormányon belül egyébként hogy látják ezt az újabb ütközetet a két fél között? Szerintem, hogy a forintot más valuta váltsa, mint az euró, ennek a realitása az nulla. Amit a jegybank elnök úr ebben a cikkben megfogalmaz, az egy régóta létező tudományos álláspontnak a kifejtése, ami arról szól, hogy lehet-e úgy közös monetáris politikát eredményesen folytatni, hogyha nincs közös fiskális politika. És ő ebben úgy foglal állást, hogy az elmúlt évek azt bizonyították be, hogy
nem lehet, és vagy legalábbis komoly kockázatokkal jár. Mi egyet tudunk a tapasztalatok alapján mondani, és ezért is vagyunk óvatosak az euró bevezetésével, hogy bárhol, ahol az eurót bevezették, ott jelentős drágulás következett be a mindennapi életviszonyokban. És a másik pedig, hogy azért az euróválság, illetve a világgazdasági válság óta azt is tudjuk, hogy miután az euróval fizető országok között nagyon különböző életszínvonalú országok is vannak, ezért ez jelentős, a belpolitikai stabilitást veszélyeztető következményekkel is járhat. Tehát én emlékszem még azokra a 2010-11-es eurozóna pénzügyminiszteri találkozókra, ahol mondjuk az egyik szomszédos állam, tehát Szlovákiának a pénzügyminisztere az csak jó neveltsége miatt nem borította az asztalt a görög pénzügyminiszterre, mert Szlovákiának éppen a görög nyugdíjak fenntartásához kellett volna úgy hozzájárulnia, hogy mintegy 60-70%-kal magasabbak voltak ezek a nyugdíjak, mint a szlovák nyugdíjak, és azt hiszem, hogy talán van olyan rendkívül mélyreható és tiszteltudó érv is elhangzott, hogy de a görögök nem tudnak kevesebből megélni. Tehát, és azért mondom, hogy azok a felvetések, amelyeket egy bankelnök úr megfogalmaz, ezek tudományos világban létező felvetések. Miután ő a jegybankelnöki tisztséget is betölti, ezért én semmilyen jogom sincs hozzá, de nem is mondtam el semmi negatív következtetés, hogy a magyar sajtó ezt egyébként igyekszik ábrázolni és szembeállítani a magyar kormány álláspontjával, de szerintem nincs ilyen. Tehát van egy jogi helyzet, ezen mi nem változtattunk, és mindig elmondtuk, hogy azért kell óvatosnak lenni az euró bevezetésével, mert például, hogyha túl nagy az életszínvonalbeli különbség az eurozónával fizető tagállamok átlaga és az ahhoz csatlakozó országok életszínvonal között, akkor annak az ország többsége vesztese lehet. Tehát a magyar kormány álláspontja az nem változott a kérdés. Magyarul egyértelművé tette, hogy ebben a vitában Varga Mihály mellett áll a kormány.